Magyarország nem terepasztal és nem társasjáték. Élnek dolgozók itt, akik szeretnének kényelmesen és gyorsan munkába, iskolába menni, vagy kirándulni. A gyáraknak, borospincéknek és bányáknak teherautókra, utakra és vasútra van szükségük, ahogy az áru mielőbb eljusson a vevőhöz. Mégis Magyarország közlekedése régóta olyan, mintha hobbiból tartanák fent. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, és nem utazik rajta senki, mert amikor építették a vasutat, még nem volt se autó, se busz. 100 éve az emberek kimentek a falu végébe, vártak jó sokat a vonatra, és aztán azt se bánták, ha öttel döcög. A vasút úgy maradt, és jön, megy szorgalmasan, de üresen. Az utasok ma már inkább felszállnak a buszra, ami bemegy a falu közepébe, és gyorsabb is, vagy vesznek autót. De sok köszönet abban sincs, mert nálunk a közutak is rosszak. Autópálya már van Kelet-Magyarországon is, de az országutak szörnyű állapotban vannak. Sok település elérhető busszal és vonattal is, viszont mindkettő pocsék. Lassú, koszos és kényelmetlen, pedig a kettőre elköltött pénzből lehetne a falunak normális kapcsolata a világgal. Vonatra ott van szükség, ahol nagy tömegeket szállítanak. Ahol pár százan élnek, ott még a busz is csak nem üresen ingázik. Olcsóbban megoldható egy mikrobusszal, vagy akár autóval, de ezekhez is kellenek jó, biztonságos utak. Ha hosszú és fárasztó nyűg az utazás, akkor a falvak, a rossz közlekedési térségek bezárják az ott lakókat. Ők nem jönnek ki onnan, a vállalkozók, a munkaadók meg nem mennek be, mert félnek, ha bemennek, nem jönnek ki jól. Egy kiváló közlekedésű Magyarországon bárhová könnyedén el lehet jutni. A bogaci polgár bármikor elmehet Pestre bazilikát nézni, a pestinek pedig nem gond Bugacig utazni, ha csárdára szottyan kedve. A közlekedés az ország vérkeringése. Ahová nem jut el, ott megáll az élet. A rossz keringésű testrész elfertőződik, elhal. Jobb lesz rendbe szedni az utakat, mert kis ország vagyunk. Szükségünk van Magyarország minden szegletére.